tulajdonképpen nem mindig tudtuk, hogy kinek játszunk. Tehát az elején még voltak felnőtt premiereink. Kimondottam felnőtteket célzó premiereink, az baromira nem jött be. De a gyaloggaloknál az volt az érdekes, hogy azt máig nem tudom megmondani, milyen közönségréteg nézte, de megnézte 200-szor. Hát ma egyszerűen minden, azt mondanám, hogy ifjúsági darab volt. Klasszikus ifjúsági darab volt, mert egy kult, egy generációnak ez egy kedvenc filmje volt. Az áttörés, hogy a színpadon meg lehet csinálni, ez itt a Kolibri Színházban történt, és méghozzá érvényes. Még a Monty Python is visszalopta magának. Ha a kezdetekről beszélünk, körülbelül azzal a lendülettel indultunk el, mondjuk mint minden bábszínház. A bábszínházaknak mi a fő komplexusa? Az, hogy mi nem csak gyerekeknek játszunk. Persze, hogy nem, hát baromi érvényes és fantasztikus dolgokat lehet bábokat, a bába előadást csinálni a felnőtteknek, csak a magyar közönségre nem annyira kíváncsi. És mi is körülbelül ezzel az attitűddel indultunk, hogy igen, gyerekszínház vagyunk, de hogy itt a művészek nincsenek ketrezbe zárva, keresik a felnőtt közönséget. Hát a Rossz Csirkef is tulajdonképpen határeset volt, hogy felnőtt előadást, de ma nagyon jól beleilleszkedne egy ilyen ifjúsági programba, mert pont annak a fiatal felnőtt rétegnek a gondolkozását, a lendületét, a humorát jelentette a Rossz Csirkef is, vagy akár a Gyaloggalop is. Tehát igazából amikor a Gyaloggalopot akartuk ismételni, annak lett a végén egy olyan kudarc, amivel nekem szembe kellett nézni, és azt mondani, hogy akkor ezt most nevezzük másképp. És azóta épült fel az ifjúsági programunk, és azóta azt mondjuk, nem mondom azt, hogy mi felnőtteknek is játszunk, mert én azt gondolom, hogy mi mindenkinek játszunk, mert a felnőttek itt, akik gyerekeket hoznak, azok ugyanúgy a közönségünk, mint az ifjúsági darabokban a felnőttek, tehát nagyon is felnőtt dolog az, hogy valaki a gyerekének jó előadást akar. Volt egy második gimnazista, aki azt mondta, ez a későbbi darab a Kulcsebről, hogy itt vagyok valami Madár nevű színháznál, és valami Madár nevű darabot. Kvazi jó! Mondok már, Kapolcs, játszottátok az a Mozart operát. Szöktetést. És ott rengeteg tömeg, és azt kell, hogy mondjam, hogy Kapolcson volt szerintem a legjobb a Mozart, mert ott kiderült ez a vásári bábjátéknak a humora, a kiderült a közönséghez való kapcsolat, és abszolút működött a Mozart. És a következőt hallok mobil. Nem tudod elképzelni, hol vagyok. Há, Kapolcson, és meg operát hallgatom. És bábukat Vásári bábjátékot, hogy az előbb a fesztivál ugyan szóba került, de az nem, hogy tulajdonképpen a fesztivál az utcaművészetnek és a Vásári bábjáték fesztiváljának indult, és lényegében ez máig az maradt, vagy az maradt a középpontban. És hát annak megfelelően volt hozzá költségvetésünk, egész messziről hoztunk embereket, emlékszem az angol Punch & Judy játékosra, akire én mentem ki a reptérre. És ugye hoztuk a Michelin Dalit, akiről biztos lesz szó még ezeken a felvételeken. Hát azért, ha már szóba került a fesztiválon, indultunk, azért itt a Henny személy. És pont ezt akartam mondani, hogy a legfontosabb, Kevin Hennyről nem beszéltünk még. Igen, Kevin Henny, egyébként ő mindenütt megfordult, ahol indult valami. De mellettünk kitartott, tehát itt minden évadnyitón itt van, mindig a Kolibri Fesztiválon itt van. És volt, hogy repertoárén is játszotta a darabjait, de azt nem bírta. Az egyszerűen fizikailag, mikor már két darabot játszott egymás után, az egyszerűen fizikailag lett számára egyszerűen egy határvonal, amikor azt mondta, hogy tovább nem. De lelke szerint azt gondolom, hogy az a fajta kíváncsiság, hogy ő minden új dologra kíváncsi volt, és minden új dolog mellé odaáll, és hogy még ma is ide áll mellénk, ez azt jelenti, hogy még talán ma is van bennünk valami újdonság. Ugye meghittatok, örömmel vállaltam azt, hogy na, mégis bábszínházba játszom, ugye, mégis fix színházba játszom. És mennyit játszottam? Rengeteget, évadokat, játszottam. És a közönség olyan örömmel fogadott, hogy köszönöm, köszönöm, köszönöm. Köszönjük szépen, hogy itt vagy, és hát azt gondolom, hogy mindaz, ami megtörtént az elmúlt 20 évben, az annak az első lendületét, az a te jelenlétet adta, és mind a mai napig úgy érzem, hogy rád támaszkodunk, amikor valami új dologba kezdünk, számíthatunk rád mindig. Hát, ha még eljön az nem, hogy eljön, hanem eljöjjön az az idő, úgy újra paravál mögé tudjon rá. Mert nem tudom, hogy
mi a véleményetek róla, de én az előadással szeretném befejezni az életemet. Locsmos bolygó valami. Hadd mondjam, mert nem vagyok rá büszke, de ki kell majd vágni. A gazemberségem ezt adta, ami majdnem tragédiába fulladt a bemutató, ugye tudjátok, hogy van szók legalább. Az első bemutató, mert ami már például a Hupikét a játszott, amit átjött, tehát az első bemutató, én voltam a bolygó hollandi, egyébként szerettem jókat ledetben spilázni, szenvedni, mit tudom. És meg volt pénteken a nyilván a főpróba, mi azt annak rendje volt, tisztességes, egészséges fiatalokként, megünnepeltük. Másnap szombaton 11-kor volt a bemutató, én Budakeszin laktam, amíg ugye nem a Jókai tér. 11-kor volt a bemutató, fél 11-kor ébredtem föl. 5 perc alatt lenn voltam. Lenn voltam a buszmegállóba, se busz, se taxi, mobiltelefon volt még akkor. Jött egy piros autó, kiálltam elé. Ezt én ugyanúgy megcsináltam. Én kiálltam elé, na jó, de hát itt én voltam a de mondjuk rá büszke, de hát hibás voltam, én itt, hogy éjjel mentem haza, és ugye nem elaludtam. Az órát nem állítottam. Igen, és hát vagy valami, mit tudom. De azt hiszem, hogy 11-3 perccel értem ide valahogy. Igen. Anyám, bátyám már itt voltak, itt Lacit mondták felelősség, hol van a tiéd? Pedig én nem is voltam benne a darabban. Ez így volt sajnos. Napszületés, hát az elsőnk volt, mert akkor ugye két részre osztott a társulat, az egyik Locsmocsék, a másik a napszületése. És ugye ez volt velünk az első rendezésed, itt kóstolgattuk egymást. Az a fajta interaktivitás, amit a János szeretett, és már végülis meghonosított Magyarországon itt az előző rendezéseivel, azt megpróbálta ide is becsempészni, csak speciál bennem volt némi ellenérzés. És én voltam az egyik olyan szereplő, de majdnem mindenkinek kijutott, hogyha majd a nézőkből fölhozunk valakit, és majd animáljuk a kisgyereket, és majd velük együtt így eljátszunk. És szóval ezt megszokni, meg úgy elsőre így képen kapni nagy élmény volt. Főleg úgy, hogy úgy próbáltunk, hogy a gyerek egy szál se. Igazából amikor az első előadások beindultak, és élesbe ment, és hozzászoktunk ahhoz, hogy minden nap más gyerekanyaggal kell nekünk dolgozni, onnantól kezdve éreztük meg az ízét. És a végén jutalomból volt belőle egy nagyon sikeres olasz turné. Igen. Hát azt tudom, hogy olyan busszal mentünk, hogy 2 centire volt az alja a padlótól. Hát ezt ma nem, hogy a hatalmat. Hát kérdezik, hogy kivonjuk az valamit. És a belsőket így indult, hát zsebkendőben, hogy nézd ezek a kerekét. Az alpokon rájöttünk. 8 óra nem tudom, ki van írva? Senki. Egy ember se. Az anyja. Ha megbuktunk, de hát rendesen fölépik. Még rá is dölt a csernol a díszlet, tehát volt. Kész már, akkor kész voltam. És olyan 8:30 tájban elkezdett jönni a közönség, 9-re megtelt, tehát minden további nélkül a kiírt időhez képest 1 órára jött a közönség. Azt mondja, a római bulazsinat. Ruszt. Dorotino, incidens az Ingeborg hangversenyen, az ám. Az például nagyon jó volt az incidensbe, amit a kis... Hát a Bubik játszott. Azt a Bubik játszotta, de ki rendezte a... Tolmács. Tolmács. Abba te üvöltve rohantál ki, és akkor volt egy idős kézbesítő fönn nálam. Aki üvöltve jön ki... Sanyi bácsi. Az volt a szerepem, hogy visszadobom a szerepemet. Visszadobom a szerepeket, és üvöltve kiment. És mi ez? Ki ez? Meg Gazdag Laci. Kirúgni! Azt mondja, de a szerepe szerint, akkor is! Brabanti Genoveva, hát a Dvorzsák, az is szép volt. Hát ezt a darabot próbáltuk nagyon sok helyen. Meltankos üzlet. Jó, igen. Független színházban is próbáltunk. Oda jött ki a Dvorzsák, ott kérte azt, hogy mindenkinek hozzunk egy kis szerelőt, hogy a saját kezére szerelje a bábot. Mindenkinek volt egy csípőfogó, meg a báb, és hát akkor lássatok hozzá. És mint a 12 dühös ember. Jó, mondta Dvorzsák, akkor így jó lesz. Mindenkinek megcsináltam.
Szép volt. De legjobb az egy kis pötyi kutyám volt benne. Igen, a Virginia. Marionett bábjátékban mindig van hiba. Tehát ezt eleve belerendezték, hogy mintha hiba lenne, hogy amikor majd az igazi hiba van, az se állítsa meg az előadást, és pont egy ilyen hiba volt, hogy az állat berakása. Tehát, hogy váratlanul beszalad egy kutya a színpadra, ezek után már most beakad egy zsinór, vagy valami, ez már abezzákson. Csillunak a sztoria jutott eszembe a Brabantival kapcsolatban, mert ugye egy súgó ugye mögöttünk állt a Csillu. Tiszta feketében volt. És mindenki tiszta feketében volt. Mondjuk ő tudta, hogy ki hol van, de fenékről ismerte meg az feketében, hogy ki. Te vagy. Bennem még ennek kapcsán az marad meg, hogy a szervezők nagyon panaszkodtak, hogy nehéz lesz eladni, mert ugye nem tudtuk igazából, kinek fogjuk játszani. Jaj, az valaki kitalált egy nagyon jó címet hozzá, Brabanti Genoveva. Miért vagy a szó története, avagy hogy kerül a grófné a szakács ágyába? Azért egy dolgot ebből tanultam, hogy lehetnek nekünk szándékaink, hogy kinek célozzuk a darabot, de meg kell csinálni. És akkor mondhatjuk, hogy ezt mi 3 évesekre gondoltunk, de lehet, hogy inkább 6 éveseket kell majd hívni. És fordítva is van. Hát, hogy ugorjak egy 100 évet közben. Ugye, amikor én nagyon jót akartam mondani a Kézdi Gyurinak, aki nálunk dolgozott, és megnéztem a retemet, ezt is mondom, ez olyan jó, hogy 3 évestől 80 évesig mindenkinek tetszeni volt. És akkor azt mondom, ide gyerekek fognak jönni. Mondom, igen, Gyuri. Ez én előadás? Nem jönnek. Figyelj, jókor szólsz, akkor nincs bemutató. Akkor ez egy nagyon hosszú kiabálás volt, és azt mondta, jó, akkor lesz bemutató, ha egy próbát engedély az el gyerekekkel. Május 30-t beszélünk ezek? De, mert a május 30-t szerintem ugye a társaság nagy részének egy olyan meglepetés rendezése volt a Horváth Péternek, aki nem csak mint rendező ugrott be, de mint műszak, meg lábkészítő, kisiparos, meg minden, ugyanis a műszaki háttere a színházak akkor igen rossz volt, és ő maga nappal rendezett. Együtt furtak, haladtak le, azonta is azt hiszem. Nálam már ez egy kicsit feledésbe merült, viszont arra emlékszem, hogy egyszer az Ányos nem jött el, hasonló történet, mint a Tiboré, és már itt volt a nézőközönség, és kint voltunk a büfébe, és János kijöttél, és azt mondtad, hogy Ági, te fogsz belépni. És mondtam, hogy én nem. Tehát nekem kellett volna eljátszani az Ányos szerepet. Mondta János, hogy akkor én fogom belépni. De én hogy játszottam az Ányost, amikor én vagyok a csaja a darabban? Jó, végül nyilván kapkodtam egy kicsit. Én tudtam fölvenni a nadrágját. És így utána jött a habupipők effektus. Kire jó az Ányos nadrág? Nekem is van valami élmény ezzel kapcsolatban, egy kis backstage dolog. Ugyanis nálunk a lakáson játszott. Az első Horváth Péter Novák János komoly meccs, ami arról szólt, hogy Horváth Péter, én meg a rendező János, de én meg az igazgató, sőt az zeneszerző is, én meg a hangszerűvel voltam, és felültem lőttek is így. Most milyen legyen, hogy a Péter akarja, vagy a János akarja, ez mindez 5 nappal ebben mutató előtt, és szóval végül is valahogy megszületett a dolog, de... Én ezek a konfliktusokra abszolút. Nagyon megkérdezik, és később aztán majd a kívvadát megkérdezik. Egyébként nagyon szerettük, mert hogy ő egy nagyon jól ötvöződött benne, a báb, az élő, a zene, meg ugye Kesslert imádjuk, tehát ugye a mese is fantasztikus volt, úgyhogy ez az és nagyon nagy sikere volt. És nagyon-nagyon szerették. Nézzük a Szia-Szia Szavarúzt. A Szia előtt még annyit mondanék, hogy az első évadban ez a Váradi harangok, amit Amál megcsinált, hát örültem neki, hogy megismertük őt, mint színészt, és így bemutatkozott nekünk, ez olyan jó volt. Jó volt, és jó volt az anyag is. Tulajdonképpen a Váradi harangok arra ment rá, amire a mi felnőtt programunk, hogy igazából nem tudtuk a felnőtt előadásaink közönségét megteremteni. Tehát ez egy nagyon vállalható, nagyon mély érzésű, nagyon szép előadás volt. Úgyhogy a Szia a Szaurusz előtt akartam, hogy azért mondanék róla egy pár szót, csak annyit, hogy az én vettem meg a könyvet. Azt odaadtam elkezdtem belőle csinálni. Mondom, hát ezt nem tudjuk mi a Melindával megcsinálni egyedül. Papírszínház. És akkor odaadtam az Andreának, és aztán elindult a maga útján, és tulajdonképpen, hát arra nem gondoltam, hogy fizikailag ennyire nehéz lesz, a súlyos az egész dolog, meg ekkora papucsba kell járni. De én annyira büszke vagyok, hogy ez eljutott a
cirkuszig. Szia, szia, Szaurusz, adjátok vissza Pinokkiót. Ott is voltak. Kivervek. Ez gyönyörű volt a báb, és ahogy azzal viselkedtél, az tényleg egy ilyen szerelmi viszony volt. Az a fotón is gyönyörűen látszik, hogy mekkora lelke volt. De mögé rakta azt a fajta gondolkozás valóban, ami egy az egyben ez a Ceausescu ellenes gondolkodás, és bizony azok az axiómák, azok a közhelyek, amik nálunk nem működtek, idegenek voltak, és hát meg kell, hogy mondjam, hogy arról nem szoktam beszélni, hogyha följönnek hozzám mondjuk az irodába őrjöngő tanárok, de itt ebben az esetben óvónők kikérték maguknak, hogy a Pinokkióra szélbe dobtak darkkal, és hát próbáltam védeni a dolgokat, mert alapvetően mélyen igaz volt, hogy az egyetlen igaz ember volt a báb, és körülötte a világ egy ilyen romlott felnőtt világ volt, ahol a kegyetlenségig elment a dolog. Tehát ez egy következetesen szépen megcsinált előadás volt, és egy nagy egyéniség, akivel a találkozás sosem konfliktusmentes, tehát ez nem gondolom, hogy ingyen adnak egy jó előadást. Az első évadban már szinte minden szóba került, az Aristodországról is beszéltünk, és a gyermekek hídjáról és a kapik elókáról se beszéltünk. Nem lehet mindenről, de az Aliz az ma is megy, úgyhogy meg lehet nézni. A gyerekek hídja meg egy régi darabotok volt, ami tulajdonképpen az a csecsemő színház, amit most föltaláltunk pár év múlva, egy kis késéssel, az már az első évadunkban is benne volt, mert azt ti anyanyelvi fokon csináltátok és hoztátok be a színházba, amit olyan kicsit furcsálkodva néztünk, hogy olyan pici, meg olyan helyes, és közben most azért küzdünk, hogy ezt újra megteremtsük. Tehát minden itt volt az első évadban. Amit csak úgy lett egy műsor részekben, hogy akkor az Ágiék hozták, kapjuk el a rókát, és akkor így kiadott egy műsort, egy két időben. Őszintén megvalva, az is egy lelki küzdelem volt, hogy itt mindenki, sokaknak volt előzménye, és volt a batyujában a saját előadás. Állatok farsangja, az a te előadásod volt, az is, hogy a zenével és újra nekifutottunk, tehát itt a Márta Pistának is a Csizi csinált itt egy hatalmas előadást. Tehát nekem a zene mindig fontos volt, és talán a zenés és az opera az most kezd egy úgy meghonosodni, hogy már nem mint különlegességet adjuk, hanem a repertoárban is benne van. A Karamazov testvérek befogadott produkció volt, a Marcipán mester az meg hát angolul bele tanulva, és ott is nagyon mobil paravár rendszert sikerült kialakítani. Kettőt is játszottunk egy nap, és hát nem is tudtunk ebédelni, meg se reggelizni. Néha kaptunk egy teát, meg egy kis... Hát a Gerendás Peti volt, aki profi, ugye hát nagyon jól beszél angolul, nem beszél, hogy milyen jól gitározik, de hát nagy turné tapasztalatokkal. És ülünk a buszba, hogy Peti éhes, és ez addig mondogatta, még az angol sofőr, hát jó, álljuk meg. Well, our first association with Calibri was back in 93, when I went out to Budapest to try and find a theatre company who would like to do an exchange with us. And I met Janusz, and I wouldn't say we talked, because he couldn't speak my language and I couldn't speak his, but we had an interpreter, Peter Fabry, and I can always remember the last day of that meeting when I had to catch a flight back at 9 o'clock, and we met in the tiny theatre of Calibri, the Nest, is it? I think it was. And we sat there at a bar and waiting for Peter to turn up, and I couldn't speak to Janusz, and Janusz couldn't speak to me, but we kept nodding and smiling and nodding and smiling, and that was the start of a great, great relationship. And after that, they came over to England and toured with us, and we toured over in Hungary. And it's a relationship which I hope has lasted for a long time. Hi, I'm Sarah from Playtime. My first favourite, probably my most favourite tour was the first tour actually that we did, because it was a completely new experience touring in Hungary. It was so completely different to anything that we do in England, so it was a steep learning curve. It was great fun, and we had a great response from the theatres and the schools that we visited. And we have had so many wonderful tours with Calibri when they've come to England that I struggle to remember which was the best.
But I think probably when we went up to Yorkshire, we had an excellent tour up there, and the show was very well received. Jeremiás a hóember, hát ez ennek az évadnak az óriási sikere volt. Nem, a megyeri gyaloggaló, de együtt lett próbával kettő, párhuzamosan, hogy úgy mondjam. Minden egyszerre ment, és a komédiás disznó, tehát azt is nagyon-nagyon szerettem. Az is. Ugye az a Móricz, amit a... Gárdonyi. Két dolgot szeretnék csak a Jeremiással kapcsolatosan mondani. Az egyik az, hogy ugye ez volt az első és utolsó előtti rendezésen, amire így nagyon-nagyon vártam, és akkor úgy képzeltem el, hogy majd az igazgató behívott az igazgató irodába, és megkérdezi, hogy mit szeretnél rendezni, de ez nem így történt. Ezt odaadta az írás, hogy ezt kell megrendezni, és mondtam, hogy én ezt nem szeretném, hogy nekem ez nem tetszik. És akkor János azt mondta, hogy ha rendezni akarsz, akkor ezt, vagy semmi. És azt gondolom egyébként, hogy pontosan ezek a feladatok tanítják az embert, tehát hogy egy olyan dolgot kell megcsinálnod, amivel igazán első ránézésre nem tudsz mit kezdeni, az az igazi feladat, az az igazi kihívás, úgyhogy így utólag azt mondom, hogy ez teljesen rendben volt, és nagyon jó volt, hogy egy konkrét feladatot kaptam, és nem választhattam. Az a helyzet, hogy az ember bármilyen maradságot elkövethet a színházba, ha jó lesz a bemutató, visszamenőleg minden jó lesz. A legnagyobb őrültség. Azért érdekes, mert közben meg a darab, ugye a Nikkék révén került. Igen, ezt a Fábrihoz. A Zoli meg nagyon szerető, ezt akarta, hogy ezt megcsináljuk, legyen. De biztos, hogy valahogy ez a két végpont működtethette, hogy te nem akartad, de kaptad. Mi akartuk, láttuk, hogy persze, hogy van, ezzel kell dolgozni. Viszont remek színészeket is kaptál hozzá. De ugyanakkor meg a játékot láttuk benne. Nem, az egy komoly veszélye volt ennek, hogy a Nikkék egy profi, angol utazó hakni csapat. És isteni jó volt, hogy mi nem ahhoz tapadtunk, ahhoz a gyakorlathoz, ahogy ő ezt a szöveget használta, hanem egy új világot teremtettetek. És ebben az új formában egy érvényes, nagyon tehetséges, jó gyerekdarab kerekedett, de ehhez ki kellett találni azt a formát, ami eltér attól a gyakorlattól, amiből mi ezt kölcsönöztünk. De ez még hozzátartozik, hogy a Nikkék maguk belátták, hogy a ti előadásotok sokkal jobb lett, mint az övéik. Végül is ezt vitték körbe. Azt mondta, hogy olyan, mint a találkoznál a feleséged fugával. Szerbés fiatalak! Egyébként azt mondom, hogy pont azért született meg ez az előadás így, mert hogy számomra egyrészt túl szimpla volt a történet, másrészt, amit te is mondtál, hogy túl egyszerű lett volna úgy, ahogy a Nikkék csinálták, és azt gondolom, hogy a Bea és a Zoli ebben hihetetlen partner volt, mert rengeteg mindent találtott. Bocsánat, még egyetlen egy dolgot szeretnék ezt hozzátenni, hogy ez volt az alkalom, amikor János kizártuk a fészekből, mert a János azt mondta, hogy amikor elkezdődik az előadás, senki nem megy be, nincs mászkálás. És akkor vártuk Jánost, és a János nem érkezett, és én utasítást adtam, hogy bezárni az ajtót. A fél után 5 perccel. Igen, és megérkezett a János, és nem tudott bejönni, és dühösen visszajött. És aztán már nem tudom, mi volt a következő. Azt, hogy meg se nézi a bemutatót, és én ott sétáltam. Sétált, idegesen a János lett fel a bemutatót. Jó, meg tudok sértődni, van ilyen. Ennek van egy fontos tanulság, amit az Ági mondott, hogy túl egyszerű. Én szerintem, én pont attól szerettem bele, hogy egy dologban teljesen egyértelmű volt ez a darab, hatalmas tétje küzdeni volt, kell azért a kis hóemberét. A kis hóember tovább meg akart maradni, nem akart elolvadni. És ez egy olyan költői gondolat volt, én elég sok darabját olvastam a Nicknek, ez kiemelkedően a legjobb volt. Egy nagy találkozás volt ez a Playtime Theater, hogy egyszer csak megjelentek itt Budapesten, és a Nick aztán nagyon bölcs mondatot mondta a Jánosnak, hogy ha ti tudtok a mi cipőmmel járni, akkor tudunk együttműködni. A Jeremiásra meg az jutott eszembe, hogy egyik turné előtt eltűnt a Tiszabejának a ruhája, egy zöld uniruház, és akkor nagy nehezen sikerült beszerezni olyan anyagot, de tényleg bejártuk az egész várost, és akkor hát elképzelni nem tudtuk, hogy hová tűnt, mert az egész színház már azt kereste, és akkor egyszer csak a dugónak a szekrényéből így előkerült, hogy fél évenként odaadták a díszítők, hogy akkor mossuk ki a ruháikat, és de ő se tudja, hogy mai napig, hogy került oda, kihúzta, hogy hát lányok, megvan. Mit csinálhatod vele az utóban? Gyaloggalop. Amiben volt ez a bizonyos Denis jelenet. Tanulni voltatok annak, amikor itt volt a német színházi hét.
Igen. És itt egy, talán épp a kócsakban szereplő gyerekek voltak. Hát az Andris volt. És körülbelül kérdezte, hogy ki, hát maguk fiatal emberek, ki az, aki járt már a Kolibribe, hát, és akkor jelentkezett az Andris, hogy ő gyerekkorában látta a gyaloggalopot, és hazament, és az egész családot megrendezte, fölvette videóra, és attól kezdve, hogy folyamatosan színész akart lenni. Én azt gondolom, hogy a gyaloggalop azért volt nagyon nagy élmény mindannyiunknak, mert se előtte, se utána nem volt olyan darab, amiben annyira együtt volt a társulat. Igen. Előtte se csináltunk még olyat, és utána se sikerült valahogy olyan, amiben tényleg mindenki benne van, a Csillótól a Tyúkig, tehát hogy tényleg mindenki a színpadon is volt, és mindenki azért az egyért dolgozott, és ez volt a varázsa. Az csatlakoznék én is, hogy számomra is ebből az szempontból érdekes, hogy gyalogolok, hogy én is ugye rajongóként, ugye külsősként láttam először, és 3-4 előadást is megnéztem így rajongva itt a Páholyból, akkor mikor még nem voltam társulatitag. Aztán a vége fele valahogy úgy adódott, hogy én is vele kellett, hogy kerüljek, a Vágyi Balázs valami miatt helyettesítenem kellett, már nem emlékszem, hogy mi okból. Ott rengeteg alázatot tanultam, hogy egy elberakásod. Föl volt írva, hogy mit kell csinálni, kapkodtam a fejem, föl a csukját, rohantam ki az előcsarnokba, és az igazi alázatot akkor tanultam meg, amikor rájöttem, hogy itt még a színpadmester is ad hangot. A színpadmester adott nekem hangot, hogy milyen hangon kell elkezdeni énekelni. A Gregoriát, amikor jössz be! Ilyen Jézú Domine! Mindenkinek ott benned csodálatos feladata, nem az, hogy együtt dolgoztunk és minden pillanatban rohantunk innen, oda, onnan, ide, hanem amikor kiléptünk a színpadra, mindenki kapott olyan feladatot. És volt a poénom. Igen? Én arra emlékszem, hogy Berecki Andrea volt a súgótársam, és mi kezdtük a darabot. És hát én nem értem állok a takarásba, mert hát... Andrea nagyon lazán, előttem hát ugye vártuk, hogy elindul a zenés, akkor elindult. Andrea lazán is azt mondta, hogy fizuráját beszélgetett, cseverészett, én meg gyomorgörcsöket. Igen, én bólogattam. Elindult a zene, lement a kis előjátékunk, lejött, és megkönnyebbült, és utána aztán jöhetett. Ez a kétféle színész, tudod, a varázsló és a komédiát. Hát a dobosváltás volt nekünk, mert akkor tanultunk meg aztán három hangot megfújni, én speciál a tubán. És először a Csüsszi ütötte. Majd jött a Balázs. Jöttünk ki ott a furujába, hogy mosolyogjátok! Nekem nagy élmény volt a galopban az is, amikor a Lacinak elment a hangja, és a fönt a pultból a János narrált. Az egy emlékezetes előadás volt mindenkinek, a színház történet. Magyar hangja? És arra emlékeztek, amikor az Andreáék, akkor már nagyon-nagyon barátok voltak, már tortasütésektől kezdve hátra jártak. Ja, rajongó Andreáék, és egyik jubileumi előadásnál hófehérbe öltöztek. Ide leültek, rögtön mondták, hogy itt ülünk az első késővel, nagyon szépen kérnek, hogy amikor az vérköpések hogy a vért, azt lehet minden köpést, minden locsolást, azt az ő irányukban, igen, mert évikéig onnan köptek, igen. Én először, és utána szünetben megflangáltak a közönség között, hófehér ruhájuk, vér, és voltak. Jöttem az Andrissal. Vidár Parkból délután. És nem működött a kisvezet, és vissza kellett jönni, és már az október felé jöttük, és hát meleg volt minden. És így kinézek, és megálltam saját magamat, meg a Lacit az utcán, az újságos magamat. Úristen, mondom, rosszul vagyok, itt a gyerekünk. Majd leszállunk, és azt mondja, Andris azt mondja, apa, te ezt látod? Mondom, látom, kis. És közelebb nézek,
És nem is férfi, két nő. Bajszar. Megkérdezem, de mondom, sziasztok, ne arra miattuk, hogy megkérdezem, hogy ti kik vagytok. És miért vagytok a viruákban itt fényes napon? És akkor, hát, hogy ilyen a Andrák is, hogy nagy rajongói a Kolibri Színháznak, ez minden előadáson itt voltak, és hogy ők így szoktak kedveskedni, hogy néha az utcán viszont. Ez fényes nappal. Az emberek ott mentek, és semmi. És mondjuk, miért nem jöttek akkor át? Hát, hogy szabad? Hát, no, ó, jaj. És akkor odaadtuk ezzel jártam. De azt mondja, lehet ott képzelni, hogy két nő világos nappal az oktogon kellett, a mi ruhánkban. Hát nekem a gyaloggalop az a rémálás. Szegény színészek is rótesztető. A hegyhasszor rulákkal. Mindenki szenvedett tőle, de jó. Jó nézett. Akkor mentem este a villamoson, a 10:50 körül, és még úgy félreálltam, mert néztek, mert annyiszor kellett átfesteni, és a vér nem jött le. A gyorsan egyet így a vízzel, és még egy adag fut, vagy mi az alapozót. És akkor este, amikor mentem, akkor már úgy nézett, és utána szóval áll az emberen, nem jön le. A keze, az arca, a nyaka, minden nem ilyen csupa vér. Vagy néztek a villamos, hogy valami beteg régen. De a sárdagasztás sem volt rossz. Mennyi időbe került egy normális saratkerés, azt még egy Széchenyiből hoztunk. És Évi, amikor a nilovagokhoz éragasztottam a szakálladat, és kicsit sok volt a masszix, és elindult a jelenet alatt valamilyen elmesélt a másik időben. Kirohántam az angyalat. Szakál, nagy kesztyű, nagy ruha, nagy kalap, és még a létrára is föl kellett mászni, erre volt 15 másodperc, vagy 20. És akkor ő a csillósat rogasztotta a szakállat, és akkor egy kicsit nyomni kellett, így mentünk ide, és akkor hát ez elmozdult. Most a kalapot is mindenki. Nem hiszem, volt, amikor nekünk is szólt, nem szólt, csak a Lacinak meg az Évára kellett volna beszélni. Az Éva így nézett ki, késve jött meg. Ezt már mondjuk, majd valami nem stimmel. És nem lehetett látni, azt mondja, hogy sír vagy röhög, de valami nagy baj, és nem szólal meg. Egyszer csak úgy érezni, hogy na most van ennyi erre, hogy megszól, és így csinálják, így, és így kicsaptak ezt, és itt volt egy egyetlen. És a lovagok is egymás után itt voltak. Persze, hogy így zajlott, hogy nűnyük! Rácsi, próbáltam menteni a helyzetet, fél mondatig egy kicsit röhögött. Ez félelmetes.